A nagykikindai református templomban gyülekeztek a magyar ajkú ballagó diákok, és innen indult a ballagási ünnepség. Egy rövid imádság és áldás után énekelve ballagtak át jelképesen a Nagykikindai Egység Művelődési Egyesületbe. A végzős diákok fontosnak tartják, hogy ápolják a hagyományokat. Nekem ez fontos az életemben, ez a ballagás, mert magyar vagyok, és ez egy szokás nálunk. Örülök neki, mert nagyon kevesen vagyunk, és ez jó, hogy ápoljuk a nyelvünket, ahányan vagyunk. A helyszín nem véletlenül esett az Egység Művelődési Egyesületre, hiszen nagy hangsúlyt fektetnek anyanyelvünk és hagyományaink ápolására. Ez a jelenlegi egyesület 1945-ben lett alapítva, és azóta több alosztálya, illetve szakcsoportja működik. A színész és a táncos, illetve a kórus az működik folyamatosan a kezdetektől fogva. Volt még sok más is, népi zenekar, kézműves, illetve kézi munkacsoportunk az jelenleg is van, hosszú ideje működik már. Az Egység Művelődési Egyesületben a 8-os diákok elbúcsúztak az iskolájuktól és tanáraiktól. Ennek már több mint 20 éves hagyománya van. Fontosnak tartjuk, hogy a magyar hagyományok keretén belül ballagjanak a diákok, mert ugye ez a vegyes iskolákban nincs rá nagy lehetőségük. A 4 iskolában 17 magyar végzős diák volt.